jó. Az a helyzet, hogy kitaláltunk egy olyan dolgot, a múltkor, hogy Budapest Parkos koncertetek fölvették 180 kamerával a profi tévések. Most meg ezt a olcsó AliExpress-es szart hoztam. Fönn a YouTube-on is fönn, ha meg lehet tekinteni a tavalyiból, hogy sokkal kevésbé volt ilyen jó, mint ez. De lerakom, hogy jó legyen, jó? Benne lehetek a tévében? Vagy a közösséget vegyük, vagy nem tudom mit csinálni. Nem, majd nem egy mozgó kamera. Én arra gondoltam, hogy, vagy gondoltuk, hogy a következő dalt szeretnék, hogyha a közönség egy ilyen... Mindenki vegye már föl, Léci, hogy van egy tárhelyet. Még gyorsan ki lehet törölni a kutyáról, a macskáról a sok fotót. És fontos, hogy ebből mi szeretnék összetenni, összevágni egy olyan videót, hogy mindenki vigyéből egy picikét beleteszünk. Nem sokat, nem, hogy csak azt, amikor a bellet kivillantjátok éppen a szárhoz. Nincs pénzünk videóklipet gyártani, és ebből akarjuk összetarhálni. Tehát, hogy így is lehet mondani, és akkor szól. Van apropója a dolognak, mert hogy nem saját dalt fogunk előadni. Feldolgozás. Az, hogy nem mindig, nem teljesen igaz. Kettő nappal ezelőtt volt egy Petőfi akusztikus felvétel, ahol volt egy olyan kritérium, hogy kortárs előadó dalát kell... Portás. Portásország, mi az Isten? Bárkinek a dalát előadhatunk volna. Az a lényeg, hogy 25 évvel ezelőtt én írtam egy olyan gagyi diszkóslágert, ami átsöpört az egész országon, és én azt annak idején nem vállaltam föl. A szóval viszont igen. Gyere és táncold át velem az éjszakát. Köszönöm, hogy csak a fekvő, igen, hát a profilmokat, hogy fekvő csináltak, csak a fekvő számít, hogy jól lehessen majd egymásra passzolni. Sokan szeretnének már állót, de nem. És azt szeretnék kérni, hogy nyugodtan ti is beleszelfiződhetnek a képbe, jó? Még egy tipp, hogy ne merüljön le nagyon a telefonon, magunk most még ki lehet kapcsolni. Jó, és akinek majd megvan a videó, az nyugodtan, hát tegye fel a YouTube-ra, meg rá fogunk keresni, ennyiből a kenéből szere és táncsolcsinkra, yeah!
elő azt.